Gyermekkori álma vált valóra a nyíregyházi Szendrei Ágnesnek, első önálló tárlatát nyithatta meg a napokban. Az amatőr művészre kisiskolásként figyeltek fel tanárai kiemelkedő rajztudása miatt. Az órák közötti szünetekben portrékat rajzolt diáktársairól, volt, hogy titokban tanárairól is. A szenvedélye volt az alkotás, szülei azonban más pályát szántak neki. Erről azóta megjelent megemlékezéseiben is ír. Ez volt az élet cél. Aztán, hát erről szól a könyvem, hogyha megemlíthetem, az első kis egyébként kéziratnak készült, ami mély nyomot hagyott, és a könyvemnek is az a cím, hogy Sorsforduló, hogy általános iskola után szülői jó indulattal beírattak engem egy olyan iskolába, nem nevezem meg, ahol pont nem ezek a dolgok a fő témák, hanem, vagy tantárgyak, hanem a matematika. De miután jó tanuló voltam, ugye mindig az volt, hogy tudna többet, csak lusta, hát, hogy akkor fog az nekem menni, és rémálom volt. A gondolat, hogy újra ecsetet ragadjon, 5 éve fogant meg benne. Azóta a budapesti Jancsó Galériában és Lovásziban is szerepelt festményeivel különböző tárlatokon. A Józsavárosban nyílt kiállításán portrék, csendéletek, tájképek is láthatók. Az impressionista stílus tetszik nekem, mindig is az ragadott meg, tehát Renoir, Monet, Munkácsi, ezek voltak a példaképeim. De ugyanakkor nyitott vagyok más műfajban is, de csak úgy, mint néző. A festés mellett ismét előtérbe került az írás, már készül Szendrei Ágnes második kötete. Az amatőr festő kiállítása május 26-áig tekinthető meg a nyíregyházi Józsavárosi Művelődési Házban.